Az Intim Központ intim, felnőtt kérdésekkel foglalkozik. Őszintén és nyíltan beszélünk az emberi szexualitásról. Ez nem biztos, hogy megfelel mindenki ízlésének, ezért kérjük, saját belátásuk szerint nézzenek minket. A nitkolt vágyak törnek rád, hívd fel Andreát, ha bánt a lelki problémád, hívd Andreát, ha úgy érzed, hogy nincs tovább, hívd fel Andreát, ha nem tudod, hogy mit remélj, mit ne csinálj, mit tegyél, bár egy jó barát, hívd fel, hívd Andreát. Mielőtt nekikezdünk mai adásunknak, melynek témája a szex hármasban, egy kis reklám. Hold vágyok törnek rád, hívd fel Andreát, ha bánt a lelki problémát, hívd Andreát, ha úgy érzed, hogy nincs tovább, hívd fel Andreát, ha nem tudod, hogy mit remél, mit ne csinálj, mit tegyél, már egy jó barát, hívd fel, hívd Andreát. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Itt a Hívd Andreát Intim Központ jelentkezik. Mai témánk a szex hármasban. Vendégünk Klapka György, a legsokszínűbb vállalkozó, aki évtizedek óta él több nővel egyszerre, és álláspontja, hogy nincs izgalmasabb, mint a szex hármasban. Tudjuk meg tőle, hogy miért. Vita partnert is szereztünk Klapkaónak Bauer bácsi személyében, aki a monogámia megrögzött híve. Szintén velünk van dr. Szilágyi Vilmos szexológus, akinek első könyve a nyitott házasság különböző problémáiról már 1978-ban megjelent, amikor ezzel foglalkozni még igencsak egetrengetőnek számított Magyarországon. Önök pedig, ha részt vettek valaha hármas szexben, mondják el nekünk, hogy ez hogyan befolyásolta a partner kapcsolatukat. Nagyon kíváncsiak vagyunk az önök érzésére, kérem, hívjanak bennünket az alábbi telefonszámainkon. Klapka úr, hogyan jött rá ön a hármas szex ízére? Érdekes, hogy mindig a hármas szexről beszélnek, pedig nem a hármas szex a döntő, az csak 50%, még annyi se a gruppen szexnek, tehát a tömegszexnek, amikor négyen vagy még többen vannak. Még többen? Meg kell, hogy mondjam, amikor mondtam az én 92 éves nagymamámnak, hogy mi lesz a téma ma este, ő azt mondta, hogy az ő ifjúkorában ilyet, hogy hármas szex, még kimondani sem volt szabad, nemhogy csinálni. Hát ez így igaz. Szóval én 53-ba kezdtem ezt az úgynevezett hármas, vagy négyes, vagy hatos, vagy akárhány szexet, amikor még nyugaton sem tudtak róla, még ott is tilos volt minden. Aztán elég jó bedolgoztam magam ezen a vonalon, és nagyon sok élményem volt. Voltam hármasba, voltam ötösbe, voltam így, voltam úgy, szóval nem volt olyan variáció, amit kéne próbáltam volna. De hogy kezdődött? Te kezdted, vagy a nők kezdték? Ez nagyon érdekes módon kezdődött. Ez úgy kezdődött, hogy én együtt éltem egy nővel, és egyszer eljött a testvére látogatóba, és hát úgy jött ki a lépés, hogy testvérével is, meg vele is együtt voltam. És ez nagyon ízlett nekem, és ettől kezdve ezt így folytattuk. Én egy nagyon jóképű gyerek voltam minden híresztelés, hogy minden mostani látszat ellenére. Jó alakú srác voltam, nagyon potens voltam, hiszen volt, amikor négy nővel éltem együtt, és egyik se panaszkodott, már pedig ott négy nővel, igen. És hogy lehet ennyi nőre egyszerre odafigyelni? Néha még két embernek is sok. Hát ők figyeljenek rám, miért én figyeljek rájuk? Szóval az az egyszerűbb, nem? Igen, hagyj is kérdezem meg, hogy milyen egy ilyen hármas szex konkrétan? Szóval két embernek is, mondom, sok néha nehéz összehangolódni, hogy egyszerre legyen jó nekik az például. Attól függ, hogy két nő van egy férfivel, vagy két férfi van egy nővel. Szabad nekem beleszólni egy pillanatra? Tessék, Bauer bácsi! Hát kérem én, nekem vissza kell menni az időbe bizony az 1930-as évekre, miután most már 70-en is túl vagyok, hát akkor a szexuális felvilágosítás bizony gyerekcipőbe járt, mert akkor egy 7 éves gyermek, mint én is,
sokáig elgondolkozott azon, amikor édesapám azt mondta, hogy megszülettek a kismacskák, és a gólya a kulcslukon keresztül hozta be őket. Egy hétig törtem a fejemet, hogy hogy a fenébe fértek be azok a macskák azon a kis kulcslukon. Hát azóta a technika fejlődött, ma már egy 7 éves gyerek sokkal többet tud, mint akkor egy 20 éves gyerek. Talán ez is volt az oka annak, hogy korán megnősültem, és immár lassan 50 éve vagyok házasságban, kizárólag monogám típus vagyok, ezt részben azért is kell mondanom, mert biztos nézi a feleségem is az adást, és nem szeretném, hogyha itten komplikációk lennének. Hát Klapka úrnak így utólag is gratulálok ez a teljesítményéhez, amit itt előadott. Én úgy vagyok vele, hogyha kettesbe vagyok, és kimondják azt a szót, hogy három, már attól ideges leszek. Tényleg, Klapka úr, hogyan tudtad ezt megoldani, hogy ne legyenek féltékenyek a nők egymásra? Például ezt az adást biztos nézi a te feleséged, barátnőd, csatolékaid. Ezt sem tudom képzelni, hogy lehet ezt megoldani. Na jó, hát az olyan partnerek is kellenek. Volt már erre példa, hogy valakit ilyen gruppenszex alapon ismertem meg, és szerelm lett belőle. Ilyen, erre is van példa. De ez nem feltétlen szükséges. Az az éjszaka, az egy teljesen más éjszaka, azt ha reggelre nem tudják elfelejteni, akkor vannak a bajok, akkor vannak a vállóperek. Tehát a közös reggeli kérdése ez, hogy úgy mondjam, doktor úr? Hát nem a közös reggeli kérdése, hanem a hozzáállás kérdése. Tehát, hogy a résztvevők az egészet hogy fogadják el, elfogadják-e egyáltalán, vagy csak kényszeredetten megy bele valamelyik. Ez a döntő. Azt hiszem, hogy a nők sokkal nehezebben hajlamosak arra, hogy részt vegyenek ilyen csoportszex szituációkban, mint a férfiak. Klapka úrnak is ez a tapasztalatod? Persze a nőket nehezebb erre rávenni. Szóval egy férfi az egy férfi, ugye, hát olyan, mint a kis nyúl. De neked ennyi nőt rá sikerült venni évtizedeid alatt? Hát mivel veszed le a lábáról a nőket? Nagy rutinom volt abban, hogy hogy lehet egyáltalán egy nőt erre befűzni, hogy lehet bevinni ilyesmibe. Még arra is, hogy lehet ezen az éjszakán két szeretkezés között szerelmessé tenni a nőt. Két szeretkezés között. Milyen helyzetben szerelmessé tenni a nőt? Hát hogyne, azt is lehet. Én csak ámulok. Hát pedig lehet. Szóval van olyan nő az életemben, akit két szeretkezés között tettem szerelmessé. Mi történt vele utána, miután szerelmes lett? A feleségem lett. Hát ezt gratulálnom kell, bele kell szólnom nekem megint a dologba. Be kell férfiasabb vallanom most már 50 év távlatából, hogy egyszer én is majdnem részt vettem egy hármas szexbe. Ez úgy zajlott le, hogy a színiskolai vizsgaelőadás után a Gellért szállóban volt egy kis műsorunk, és egyik csinos kolléganő, és az én egyik kollégám, miután késő este volt, már megkért a hölgy, hogy kísérjük haza. A Kies Soroksári úton lakott, bevágtuk magunkat egy taxiba, hazamentünk, megvacsoráztunk, és láttam, hogy a partnerem, illetve a kollégám az nagyon csapja a szelet a hölgynek. Azt mondták, én csak feküdjek le nyugodtan itt a rekamira, ők majd mindjárt jönnek, és bementek a másik szobába. Hát ezért csak, mint szurkoló vettem részt a mérkőzésen. Reggel aztán a részleteket elmesélték. Meg kell mondanom őszintén, most már utólag bevallom férfiasan, hogy elég kár, hogy nem vettem rajta részt. Azóta se fordult ilyesmi elő velem. Tartsunk egy kis szünetet, amiután Szilágyi doktor úrtól megtudjuk, hogy miért a hármas szex a legfelkapottabb fantázia, ami tulajdonképpen akkora divat lett, hogy még az éjsz réme sem tudta visszaszorítani. Szenes Andrea vagyok, a Hívd Andreát Intim Központban. Mai témánk a szex hármasban. Vendégünk a stúdióban Klapka György, a csoportszex nagy gyakorlója, Bauer bácsi, az egynejűség híve, és dr. Szilágyi Vilmos, szexológus. Az önök kérdése pedig, hogyha már részt vettek hármas szexben, az hogyan befolyásolt a partner kapcsolatukat vagy házasságukat? Kérem, hívjanak bennünket. Én pedig a doktor úrtól megkérdezem, hisz ön az, aki nyitott házasság címmel írt egy könyvet már 1978-ban, és akkor ebből igencsak sok problémája lett, tehát nem lehetett erről a témáról nyíltan beszélni. Miért olyan nehéz erről beszélni még ma is?
Hát annyiban helyesbítenék, hogy 78-as kiadású könyvnek még nem ez volt a címe, hogy nyitott házasság, hanem a házasság jövője, avagy a jövő házassága. De lényegében már a nyitott házasságot pedzegette. De lényegében a nyitott házasság lehetőségéről volt szó abban a könyvben is, amit ebben a másik újabb könyvben részletesebben kifejtettem. Hát hogy miért volt nehéz beszélni erről? Igen, vagy miért nehéz ma is beszélni? Ezt Klapka úron kívül senki más nem találtam, aki beült volna ide a stúdióba, és erről beszélt volna nekünk, ezt meg kell, hogy mondjam itt országvilág előtt. Igen, ma is egy kicsit nehéz erről beszélni, de mindenképpen sokkal könnyebb, mint volt annak idején. Mert hiszen az utóbbi 4-5 évben, körülbelül a fordulat év, a rendszerváltozás óta, tehát az utóbbi 4-5-6 évben rengeteg pornográf irodalom került el hozzánk, és ezen belül nagyon sokszor szó esik a csoportszexről is, ezen belül a hármas szexről, mint a csoportszex egyik legegyszerűbb változatáról. Tehát beszélni ma már lehet róla. Az más kérdés, hogy hányan fogadják el, vagy hányan csinálják. Ma még nagyon kevesen, de beszélni már lehet. Tehát többen beszélnek róla, mint ahányan csinálják? Többen beszélnek róla, mint ahányan csinálják. Én azt mondtam itt az elején, hogy ez a legfelkapottabb szexuális fantázia, és még ami Bauer bácsink, aki a monogámiának a megrögzött híve, még ő is bizony bevallott, hogy elfantáziálgatott rajta. Tehát... fantáziálni lehet, természetesen. No, talán azért a hármas szex a legdivatosabb, mert aránylag az a legolcsóbb. Már négyen vannak, az már azért akárhogy is veszünk, többe kerül. Még ha effektív, nem is kell a akcióért fizetni. Tehát nekem az a személyes érzésem, hogy ez majdnem mindenkinek megfordul a fejében, de csak kevesen jutnak el oda, hogy ezt meg is valósítsák, úgy, mint Klapka úr. De ennek vannak veszélyei is. És sajnos pedig? A családra vonatkozó veszélyei, tehát ennek a gruppenszexnek, ennek a hármas szexnek, vagy négyes szexnek, vagy akármilyen szexnek van egy olyan óriási veszélye, hogy én nem egy ilyen házasságot ismerek, amik tönkre ment ebbe a gruppenszexbe, tehát abba, hogy összementek, szerelmes lett, ott hagyta a férjét, Otello, stb. Itt Magyarországon is ismerek egy olyant, és nagyon érdekes módon négyes szexről van szó, összeházasodott a két ellenfél, szóval akik ebben részt vettek, ezek megtörtént valami. Tehát óriási, a családdal kapcsolatban óriási veszélye is van ennek a gruppenszexnek. Nem csak ilyen lelki vagy társkapcsolati veszélyei vannak a csoportszexnek, hanem egészségügyi veszélye is. Meg megszokás is. Ha megszokom, akkor nagyon nehéz már. A lelki, ez a lelki veszélye. Az egészségügyi veszélyeknél az észre gondolsz? Az észre gondolok elsősorban. De bármi másra. Mert hiszen, és nem csak az észre, hanem mindenféle nemi betegségre, persze, amit föl lehet másra szedni. Igen. Akkor, hogyha... gombásodás például egy, kellemetlen. Menjünk meg egy pillanatra, mert ha jól hallottam, akkor valaki van is a vonalban. Halló. Kati Szegedről. Szervusz. Jó estét kívánok. Én azt szeretném elmondani, hogy valami hasonló történt velem, mint amit elhangzott, hogy voltam hármas szexben a barátommal együtt, akivel 3 éve élek együtt, és valahogy azóta nem tudom úgy szeretni, mint addig. Miért? Eltűntek az érzelmeim iránta, úgy érzem, hogy valami elveszett, és úgy érzem, hogy ez már nem ugyanaz a kapcsolat. Nem ugyanaz a kapcsolat, és hagyd kérdezzem meg, hogy ki volt a másik nő? Hát a férfi volt. Hármas szex, nő, ha nő volt jelent egyáltalán. Hát egy nő volt a harmadik. Na, a fiú. Fontos. A fiúnak volt egy korábbi barátnője. Egy olyan barátnője, akit nem is ismert előtte? Hát én magam sose láttam még. Nézzel a tapasztalat, doktor úr, hogy ha jól tudom, akkor te magad is éltél ilyen hármas szexben, tehát nem csak szakértői vonalon vagy ma itt kompetens, hogy mi a tapasztalat, hogy mikor működik jól egy ilyen hármas szex? Ha ismeretlen a lány, mint az ő esetében, nem, vagy ha... Sőt, éppen ellenkezőleg. Ha ismeretlen a harmadik, akkor sokkal nagyobb veszélyt jelent magára a meglévő párkapcsolatra, mint hogyha már ismerik mind a ketten. Tulajdonképpen, ha jó barátság van mind a három fél között, külön-külön is, akkor nincs különösebb veszély. De hogyha valaki félig vagy egészen ismeretlenül bekapcsolódik, akkor az már sokkal nehezebb. Veszély mindig van, de sokkal kisebb, szóval ha én olyasmiről beszélünk, hogy ismert volt mindenki, és mégis fennállt a veszély. Szóval ez nem függ össze szerintem az ismertség és nem ismertség kérdésével. Ez olyan kérdés, hogy ki milyen lelki fölkészültséggel megy be ebbe a hármas szexbe. Ez az alap. Nem is az, hogy ismeri vagy nem ismeri. Én tudom, hogy amikor először férfi volt a háznál,
és lefeküdt az én nőmmel, akkor én kimentem a fürdőszobába, és rágtam az öklömet, hogy ne vegyék észre, mert a féltékenységtől megevett a fene. Aztán később már nem volt ez bennem, de először bizony bennem volt. Én tehát... is úgy érzem. Kati, itt van még a vonalba? Halló, igen, még itt van még a vonalba? Azt kérdezi meg, hogy féltékeny lett? Hát szóval ettől volt van. Rossz? Persze, igen. Persze, igen. Persze. És attól szakadt meg az a kapcsolat, nyilván a féltékenység. Hogy lehet megoldani ezt a féltékenységet, doktor úr? Ú, de nagyon nehéz. Most a féltékenységnek az alapja az, hogy valaki bizonytalan belül. Igen. Nem igazán biztos igen. abban, hogy most tényleg nem kell félnie attól a harmadiktól. Ha van benne ilyen bizonytalanság, akkor hajlamos a féltékenység. Másrészt pedig hát nem csak egy szemlélet kérdése is. Én például egy nagyon monogám típus vagyok, különösen, hogyha szerelmes vagyok, és hogyha bizony az én fiúmat ölelgetné, vagy csókolná egy másik lány, hát én bizony megőrülnék, be kell, hogy itt valljam nyilvánosan. Tehát hogy lehet ezt megoldani? Nagyon szemlélet kérdése, hogyha tudnád, hogy az az ölelgetés, csókolgatás, ez nem komoly, semmi. Nem akar téged otthagyni a fiúd. Hát nekem aztán magyarázhatná, hogy ez nem komoly. Szóval nekem is van ilyen hölgyismerős, amelyeknek aztán magyarázhatnák akármit, ő neki menne és meg is verni a csajt. Szóval nem tudom, de szóval van ilyen. Szeretnék beleszólni egy pillanat. Baj, bácsi. A következőt szeretném elmondani, ez csak egy vicc, de lehet alkalmazni erre a beszélgetésre. Azt mondja az egyik barát a másiknak, te öregem, nem akarsz részt venni egy gruppen szexbe? Azt mondja, de nagyon szívesen. És ki lesz ott? Hát én... Te, és ha elhozod a feleségedet, ő lesz a harmadik. Ez felveti azt a kérdést tényleg, hogy én úgy képzelem ezt, hogy az emberek néha úgy belesodródnak egy ilyenbe, és akkor lehet, hogy jól sikerül, lehet, hogy rosszul, de az, hogy így előkészítek egy ilyet, mint ahogy a doktor úr mondja, előkészítek, megtervezem és fölépítek egy ilyen hosszasan működő hármast, ezt én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez jól működik. Pedig csak akkor működik jól, hogyha ez megfelelően elő van készítve. Tehát, hogy nem belesodródik valaki, hanem tudatosan választja ezt a lehetőséget, ezt az élményt, hogy most nem ketten lesznek, hanem hárman. És az illető a harmadik is pontosan tudja, hogy miről lesz szó, mire számíthat, és mire nem számíthat. Tehát, hogy nincs miért félni az egésztől senkinek. A te életedben volt egy ilyen több éves ilyen kapcsolat, hogy hárman éltetek szinte együtt. Hogy sikerült ezt összehangolni? Úgyhogy az akkori barátnőm, illetve élettársam és az a másik barátnőm, ezek jó barátnők voltak egymás között, kedvelték egymást, és engem is kedveltek, és így aztán könnyen összejött az, hogy hármasban is jól éreztük magunkat. Ez örök probléma azzal együtt, ez egy örök probléma, akármilyen jó barátnők. Nálam mindig minden jó barátnő volt, muszáj volt nekik, ugye, mert nem lehetett másképp, hát egy házba éltünk. Hát egy házba éltünk, hát nem lehetett, hogy minden nap összeverekedjenek, az lehetetlen állapot volt, ugye? De az mindig furta a másikat, szóval én nekem ma is két feleségem van, de mindig fúrja a másikat, szép csendesen, óvatosan, nagyon aranyosak, nagyon kedvesek egymáshoz, de az egy kis megjegyzés az mindig, amikor ott van, akkor az úgy elsül, hogy na ugye, szóval mégiscsak vörös a haja, szóval azért mindig van egy ilyen akkor kis... Akkor igazán fogadják el egymást, mint barátnőt? Azt sose fogadja. Az ember az egy olyan ős állat, aki szeretné megtartani azt, amilyen van. A szeretni ő saját magának megtart, és nem adni, és nem megosztani mással. Szemlélet, ez nem így mindenkire van. Jellemző. Hát nem, és mindenkire nem az emberiség 99,95%-ára. Hát hogy hány százalékára, ezzel nem érdemes vitatkozni, mert nem tudunk pontos adatokat, de tény az, hogy az emberekben az elmúlt századokban, ugye, ami a magántulajdon alapult, kialakult egy ilyen tulajdonosi szemlélet. Igen, és szeretnék magántulajdonként tartani a másikat. Azt hiszem, hogy ez történt Kati esetében is. Itt van még a vonalba? Ki akarják saját itt? Halló, itt van még a vonalba? Halló, igen. Azt hiszem, ez történt Kati esetében is, és azt hiszem, hogy ezt a veszélyt, ezt fennállónak tekintjük. Nem is emberi tulajdonságnak venném, és nem is azt, hogy az emberiség az utolsó pár száz évben kialakult ez. Ez egy állati tulajdonságnak, hiszen együtt éltem egy csimpánzzal 3 évig. Még egy csimpánz is, 4-5 nő, meg egy csimpánz. Mintha az ős, na hát azzal nem volt szexuális viszonyom. De együtt éltem vele 3 évig, mintha saját ősemmel értem volna együtt. Abban minden benne van abban a csimpánzban. A máz nélkül, ami az ősember, a féltékenység, a szerelem, az, hogy az enyém, volt egy fekete macskája. Bárki belépett a lakásba, azt hóna alá vágta a macskát, és így fogta, és azt nem adta oda senkinek, az az övé. Az egy állati tulajdonság, hogyha egy kutya elé leteszek egy tál ételt, és dögireg jól lakott úgy, hogy már nem tud tovább enni. De a másik kutya oda megy hozzá, akkor megharapja, és nem engedi. Tehát egy állati tulajdonság az emberben, hogy ez az enyém, és ez nem másé. És az állati tulajdonság benne van akkor is, amikor a
az én nőmet elveszik, vagy az én férfimet elveszik. Hát azt hiszem, hogy Kati számára összefoglalhatjuk, hogy azért rizikós dolog mindenképpen egy lánynak belemenni egy hármas szexbe, mi pedig tartsunk most viszont látásra, mi pedig tartsunk egy kis szünetet, mielőtt megtudjuk a további tudományos tanácsokat a doktor úrtól, a gyakorlati tanácsokat pedig Klapka úrtól. Maradjanak velünk, higgyék el, izgalmas dolgok következnek. Szenes Andrea vagyok, a Hívd Andreát Intim Központban. Mai témánk a szex hármasban. És valaki már is van a vonalban, munkatársam jelzik, hogy Eszter Újpalotáról. Halló, halló! Halló, jó estét kívánok! Szép jó estét! Hát én a legjobb barátnőmmel és az ő fiújával feküdtem le, és ez szerintem, illetve hát én úgy érzem, hogy megerősítette a kapcsolatunkat. Ez egy jó konstelláció, mondta a doktor úr is az imént, nem? Megerősítheti a kapcsolat. Ez attól függ. Teljesen a hozzáállásom múlik, hogy kire hogyhat a csoportszexben való részvétel. Köszönjük, hogy hívott minket viszont hallásra. Viszont hallásra. Gábor, van még egy telefonálunk. Gábor Szegedről. Igen. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Én másként éltem meg ezt az egészet. Amennyiben? Én is vettem részt ilyenbe, de én inkább egy szexuális érdekesnek tartom az egészet, mint sem maradandó élménynek. Az igazi intimitás az két ember dolga. Miért három ember között nem lehet intimitás? Az szerintem teljesen más, azért már egy harmadik, az csak egy szemlélő vagy, nem egy olyan dolog. Egyetértek a telefonálóval. Nekem egy fiú barátom mondta egyszer, hogy egy hármas szexben egy fiú ez csak jó járhat, mert ha nézi a két nőt, már az is jó neki, ha meg részt vesz, akkor még jobb. Tehát igen. Egy fiútól ritkán hallunk ilyen véleményt, ezért nagyon örülök, hogy telefonált. Köszönjük szépen viszont hallásra. Marian Budapestről, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát én voltam már egyszerre két fiúval. Én megmondom őszintén, először azt hittem, hogy ez valami nagyon szuper élmény lesz, és hát végül is baromi rossz volt. Ugyanis a két fiú az versengette egymással értem, és az egyáltalán nem volt nekik fontos, hogy nekem ez a dolog milyen, hogy én kielégülök-e vagy sem. És a fiúk egymással is voltak, vagy csak önnel? Hát főleg velem. Főleg velem. Megkérdeztetem, hogy csinálná újra ezt az élményt? Hát nem tudom, azt hiszem, hogy azért bizonyos feltételeket szabnék. Szóval azért nagyon meggondolnám még egyszer. Igen. Köszönjük szépen viszont hallásra. Következő telefonálunk Béla Szombathelyről. Jó estét kívánok! Köszönöm. Szerintem hülyeség hármasban szeretkezni. Húha, de erősen fogalmaz! Hiszen az embernek oda kell figyelnie a partnerére és saját magára. A harmadik ember csak nehezíti a dolgot és el is rontatja az intimitást. Ön Bauer bácsival ért egyet. Hát megette a fenem, hogyha saját magamra kell odafigyelni szeretkezés közben. Hát vagy megy, vagy nem megy. Ne, ő azt mondja, hogy csak egy partnere lehet igazán figyelni. Hát kettőre már nehéz. Van. Hát van, akinek nehéz, van, akinek nem nehéz. Én ötre is tudtam figyelni egyszerre. Szóval. Persze, ez gyakorlás kérdése. Így mi van. A te titkod, hogy ennyire megy ez neked? Az, hogy szép voltál? A lelkem. A lelked? És mit kell mondani a nőknek gyakorlatilag, hogy ez sikerüljön? Na ez a tudomány. Megtudni. Nem az a tudomány, hogy lefeküdni és bedugni, az nem tudomány. Hogy mit mondasz előtte meg utána, és hol simogatod meg, ez a tudomány. Hagyj kapjunk néhány gyakorlati tanácsot. Kérlek és szépen, holnap nézőinknek. Este, hogyha ráérsz, akkor... Nézőinknek gondoltam, hogy mi ennek a titka, mit kell mondani. Te azt nem lehet így leírni, minden nő más. Szóval azt elmondani, hogy lehet egy nőt meghódítani, az arra nincs recept olyan, hogy azt mondom, hogy 10 deka só és 3 deka borsó, és akkor ez lesz belőle. Tehát minden embert máskor. Az egyikkel a holdvilágos éjszakán kell sétálni, a másnak verset szavalni, a harmadiknak elmondani, hogy milyen szép a virág. Nincs erre szentencia. Azt neked érezni kell, hogy melyik nő mire sárf, mi az, ami neki tetszik, szóval mi az, amit ő kíván. Itt van olyan nőfiakkal is gondolkodni. Persze. Bauer bácsi? Belépett az a sláger, hogy mindenki másképp csinálja, ugye. Persze. Van, aki csak nappal, van, aki csak éjjel, van, aki kéjjel, van, aki unottan, van, aki lepekve, van, aki csak állva. Szóval mindenki másképp csinálja. Erre receptet fölállítani nem lehet. Így igaz. Annak dacára, hogy én a monogám hívő vagyok,
Azt kell mondanom, hogy liberális is vagyok, és mindenkinek az álláspontját tiszteletbe tartom, és megértem. Így a Klapka úrét is. Hát az, hogy nőben is van olyan, hogy hozzányúlsz és kész, és van olyan, hogy órákat dolgozol, és sehol semmi. Szóval azt tudnod kell, hogy melyik mire érzékeny. Hát, mindenkit ezt, külön meg kell tanulni. Hát persze, mindenkit meg kell tanulni. Ez olyan, mint a vállalkozó, tanulni kell egy életen át. Szexbe is tanulni kell. Tehát tudnod kell, hogy hol nyúlsz hozzá, hogy fogod meg, mit csinálsz vele. Most a tiszta szexről beszélek, nem a lélekről. Ha nem tudod, akkor az a nő ott marad kielégületlen. Szóval azért, és hogyha egy nő kielégületlen, az nem megy el veled még egyszer. Tehát olyant kell, azt kell csinálni, hogy az elmenje még egyszer, meg háromszor is. Érdekes, hogy azt mondja, hogy a tiszta szexről beszélek, nem a lélekről. Holott itt valóban a lélekről van szó. Nem lehet teljesen külön választani. Tehát a hármas kettőt. Szex az nem is hármas testszex, hanem egy hármas lélek? Az attól függ. Az, mind a három lélek benne van és erősen. Erre nincs törvény, erre nincs szent, erre ezt nem tudod megállapítani, hogy mi. Az van, amikor rosszul sikerül, van, amikor jól sikerül, van, amikor ilyen, van, amikor olyan, szóval erre ezt nem lehet kitanulni nem soha. Lehet kitanulni. Nem lehet kitanulni. Hát köszönjük soha. Bélának, hogy telefonált nekünk, viszont hallásra. Viszont hallásra, kedves Csokrom. És Zsolt van a vonalban Budapestről. Jó estét! Kedves Csokrom, jó estét kívánok! Most nekem úgy alakult az egész, hogy én 3 éve élek együtt a barátnőmmel, és már egy kicsit kezdett a kapcsolatunk úgy alább hagyni. És úgy próbáltam ezt az egész kapcsolatot földobni, hogy minden alkalomnál, jó, nem igazán minden alkalomnál, de újabb lányokat, tehát harmadik lányt hoztam be a kapcsolatunkba. És a barátnőmnek a legnagyobb meglepetésére ez nem okozott semmi féltékenységet. És tulajdonképpen ő soha nem szeretkezett a vele azonos nemű lányokkal, és de sohasem nem panaszkodott emiatt, hogy én miért hozom őket oda, haza hozzánk. És ezt nem tudom megérteni, hogy akkor neki ez miért jó, ez az egész kapcsolatunk. Hát ez egy jó kérdés, eleve egy jó kérdés. Valószínűleg azért, mert változatosságot persze, jelent, és ezáltal földobja azt a már kihűlő félben lévő kapcsolatot, ami enélkül valószínűleg egy kicsit unalmassá válna, elszürkülne. Ezért fordulnak az emberek a hármas szexhez, mert kiürülni érzik a kettes partner kapcsolatukat? Igen. És ilyen szempontból lehet, hogy jó hatással van arra az eredeti kapcsolatra. Ez egy nagyon érdekes dolog, és a barátnője egyáltalán nem is volt féltékeny semmi? Nem, lehet, hogy féltékeny, csak belülről. Az lehetséges, nem tudom, mutatja. Ki nem nyilvánította ezt az egészet. Igen. De viszont az igazság, hogy úgy néz ki, hogy mi tehát nagyon szeretjük egymást, de végülis a szexuális életben van csak ez, ami tehát a többi az nem... Nagyon egészséges, ez így sikerült. Nem mindenki hajlamos a féltékenységre, úgyhogy én el tudom képzelni, hogy a barátnője tényleg nem féltékeny. Mert ezen eleve megbeszélték, hogy most maguk nem akarnak szakítani, hanem egy kis változatosságot, egy kis új szint vinni a kapcsolatba. Azzal, hogy egy harmadikat is bevonnak. Na ez az egészséges hármas. Akkor ön szerencsés ember, köszönjük szépen, hogy hívott minket, viszont hallásra. És végezetül itt kezemben tartom dr. Szilágyi Vilmos legújabb könyvét, az Intim Kapcsolat kézikönyvét, és ennyi évtized szexológiai gyakorlat után hogyan látja a jövőt, doktor úr? Már a szexuális kapcsolatok jövőjét? Igen. És a házasság jövőjét. Azt hiszem, hogy mind a kettőnek nagyon nagy jövője van, és sokféle jövője van, mert hiszen biztos, hogy ez a hagyományos monogámia, ami tulajdonképpen patriarchális monogámia, vagyis férfi uralmon alapuló monogám kapcsolatok, ezek nem tarthatók ma már. Mert hiszen a női egyenjogúsítás és a nőmozgalom az most már elérte azt, hogy a nők is ugyanazt várják, és ugyanolyan igényeik vannak, mint régebben a férfiaknak, és ugyanazt a szabadságot is akarják, mint ami régen csak a férfié volt. Tehát a férfiaknak el kell fogadni, hogy ami nekik szabad, az szabad a nőnek is. Szabad nekünk is. Nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak a stúdióban. Hát bizony sokféle élményt és véleményt hallottunk ma. Egy biztos, hogy tisztában kell lennünk azzal, ha belemegyünk egy ilyen kalandba, egy hármas szexbe, annak bizony súlyos következményei is lehetnek. Köszönöm, hogy velünk voltak. Viszontlátásra! Hold vágyok törnek rád, hívd fel Andreát. Ha bánt a lelki problémát, hívd Andreát. Ha úgy érzed, hogy nincs tovább, hívd fel Andreát. Ha nem tudod, hogy mit remél, mit ne csinálj, mit tegyél, várj jó barát. Hívd fel, hívd Andreát.